Beszélgessünk kicsit a mágia alapokról, manifestáció alapokról. Sziasztok, áldásom! Hallgassátok sok szeretettel az előadást. Egy kis előjáróban, hogy miért szeretem így a mágiát és a manifestációt összehozni. Az alapja mind a kettőnek ugyanaz. Mindig az érzéssel teremtünk. Manifestálunk, mágiázunk. Ugye, amikor mágiázunk, akkor ugye manifestálódik a dolog, tehát megteremtődik. És mind a mágiánál, mind a manifestációnál lehet különböző eszközökkel megteremteni ezt, mint például gyertyamágia, tükörmágia, akkor ugye az írásos manifestáció, suttogós manifestáció. Az alap ugyanaz. Az érzéseinkkel megteremtjük, a gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel, cselekedeteinkkel. De minden mágiánál, minden manifestációnál nagyon fontos, hogy ezek összhangban legyenek. Mert hogyha a rend felborul, akkor nem úgy fog megteremtődni a kíván dolog. Fogalmazhatunk úgy is, hogy akkor hiba kerül a rendszerbe. De akkor beszéljünk picit arról, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Az első és a legfontosabb, üríts ki az elméd, tisztulj meg. Akár meditálhatsz is egyet. Fontos jól megfogalmazni a szándékot, és hogy valóban szeretnéd-e. Például mágiázni szeretnél magadnak egy autót. Legyen mondjuk ez az autó egy Ferrari, egy piros Ferrari. Ha nem, a valódi vágyod az a piros Ferrari, hanem csak egy divat, akkor előbb-utóbb rá fogsz jönni, hogy neked nem arra van szükséged, és teljesen más fog megteremtődni. Lehet mondjuk egy kék Porsche. Ilyenkor egyébként a létezés egy picit bele is szokott szólni, úgymond. Mert nem feltétlen azt kapjuk, amire vágyunk, hanem azt, amire szükségünk van. És azért is szokott az lenni, hogy amikor egy szerelmi manifestációt, szerelmi mágiát csinálunk, mondjuk egy adott személyre, és mégsem jön az életünkbe, vagy nem jön az életünkbe, akkor az azért van, mert nem arra a személyre van szükségünk. Tehát nem mellette fogunk boldogságra lelni. Összefoglalva, minden mágiánál, minden manifestációnál az érzés a fontos, mivel a szív közvetíti az agyba az információt. Tehát a gondolatok, a tettek, a szavak nagyon fontosak, hogy ezek jól összhangban legyenek egymással, a kívánt, a manifestálni vágyott dologgal. Mágiára, manifestációra fel, hasonló tartalmakért kövess, küldd el annak, akinek segíted ez a videó. Áldásom, szép napot!